befejeződtek a 2022-2023-as Salgótarjáni téli teremlabdarúgó torna küzdelmei. A harmadik helyet egy viszonylag sima mérkőzést követően a Laver csapata szerezte meg, 8-4-re felülmúlva a Buborék Boys gárdáját. Lényegesen kiegyensúlyozottabb küzdelmet hozott a teremtorna döntője a Safe AFC és a Fortbow között, még ha a meccs közepén gólok tekintetében a Fortbow el is húzott ellenfelétől. Ennek köszönhetően a narancsmezes csapat végül 6-4-re meg is nyerte a közönség szórakoztató meccset, és ezzel együtt a tornát is. A vesztes csapat vezetője ennek ellenére úgy nyilatkozott, jó döntőt játszottak a Fortbow-val. Először is gratulálok a győztes csapatnak, de gratulálok a saját csapatomnak is. Szerintem mind a két csapat nagyon jól játszott a döntőbe, jó mérkőzést játszottunk, ez most így sikerült. Az egész torna szerintem teljesen rendben volt, lehetett volna több csapat, de hát most jelen pillanatban itt tartunk, hogy ennyi van. De jó mérkőzések voltak, jó csapatokkal, nem lett sérülés a legfontosabb. A bajnok csapat egyéb jutalmak mellett egy hatalmas serleggel is gazdagodott. A csapat vezetője már ezzel a kezében méltatta a televíziónknak a Fortbow egész elmúlt éves teljesítményét. Hát nagy boldogság nyilatkozni egy ilyen serleggel a kezemben. Aki követte a csapatunknak a 2022-es évét, illetve a 23 elejét, azt tudja, és hangsúlyozzam, az egész évet nagyon jó teljesítménnyel zártuk, illetve nyitottuk is, és folyamatosan 22-ben végig veretlenek maradtunk a kint is, a lakos bajnokságban is. Itt is jó szerepeltünk végig, veretlenül sikerült a tornát abszolválni. Igazából szeretném megköszönni a csapattagoknak, családainak, mert azért nem kevés időt töltöttünk a családunk távol. Szeretném megköszönni a döntőben részvevő játékosainak és azoknak is, akik nem tudtak jelen lenni. Mi egy 17 fős kerettel vagyunk egy igazi csapat. Sajnos a döntő előtt két játékos különböző okokból elvesztettünk, de így is egymást múlták felül a csapattársak, és sikerült a döntőt behúzni. Úgy gondolom, hogy remek játékkal mindenki, a kapus teljesítmény, külön kiemelném Babják Csabi remekül védett, megérdemelte, nyert el a torna legjobb kapusa címét, és igazából tényleg még egyszer köszönöm mindenkinek, szurkolóknak, hogy biztattak minket, és még egy dolgot szeretek mondani, tavaly a vesztes kupa teremdöntő után azt mondtam a riportereknek, hogy visszajövünk, ígéretemet teljesítettem, visszük a serleget, és talán megint megígérem, hogy jövőre megint jövünk. A tornán az eredményhirdetés során természetesen külön díjakat is átadtak. A legjobb játékosnak a Safe AFC labdarúgóját, Bújtár Tamást választották. A legjobb kapus a Fortbow hálóőre, Babják Csaba lett. Míg a gólkirályi címet a Laver játékosa Pál Gergő nyerte el.